Benczúr Gyula az Ezredéves hódolathoz című képét készített vázlat is látható a József András Múzeum tavaly megnyitott kiállításán, amely a nyíregyházi születésű festőművész alkotásait mutatja be. Az egész országban egyedülállónak mondható tárlat mellett számtalan más témájú kiállításokat is rendezett az intézmény. Ilyen volt a Vörös Sándor műveit és rajzait bemutató interaktív gyűjtemény, vagy azok a leletek, amelyek 17. és 18. századi temetkezési szokásokat mutatnak be. A különleges attrakció, amelyben különböző tárgyi temetkezési emlékeket, kriptákat és koporsókat is kiállítottak, nagyban hozzájárult a múzeum sikeres tavalyi évéhez. Ha csak a számokat nézzük, 16 időszaki kiállítás és egy állandó kiállítás, a Klódi emlékére nyitottunk. 25 ezer több látogatónk volt, és hát olyan kiállítások voltak, amelyek méltán felkeltették a közönség igényeit, hiszen Árpád népe, Gyula népe, a honfoglalókról szólt ez a tárlatunk, vagy amit december 1-én József András Múzeum napjára nyitottunk, a kriptaleletek, hiszen ilyet Magyarországon még senki nem csinált, hogy egykori temetkezésekből előkerült tárgyakat mutat be a nagy közönségnek, de itt van a Vörös Sándor, kertes, nagyon interaktív, gyerekek nagyon szeretik. Szóval a lényeg, hogy szép tárlatokat nyitottunk meg, a látogatók száma a tavalyi évet, tehát a tavaly előtt évet meghaladta. Bene János hozzátette, 2017-ben két fontos eseményre készül a múzeum, ezek egyike lesz a kiegyezés 150. évfordulója. A kiegyezés által megvalósult szabadabb légkörben alkottak meg az akkori egyesületek, szervezetek, többek között 1868-ban a József András Múzeum. Tehát ilyen szempontból is fontos számunkra ez. A másik ugye ősszel a reformáció. Hiszen ez a város lutheránus Róma is lehetne tulajdonképpen, és nekünk nyilván a múzeumnak fel kell készülni arra, hogy az összadiki fordulót méltóképpen ünnepeljük meg. Tavaly két nagyobb ásatáson dolgoztak a múzeum régészei. Az egyiken a Debreceni Déri Múzeummal közösen végeztek feltárásokat a tovább épülő M35-ös autópálya nyomvonalán, a másik pedig a Nyíregyházi Ipari Parkban épülő logisztikai bázis építkezését érintette. Leletanyagát tekintve nyilván a nagyobb területen nagyobb találat van, tehát ott több mindent találtunk, de ennek ellenére az említett ipari parkos ásatás is szép eredményeket szolgáltat, hiszen néhány szkítakorból származó temetkezés, illetőleg ugyanebből a korszakból származó település maradvány is napvilágot látott. Jakab Attila elmondta, idén a kemecsei börtönberuházásnál és a Nyíregyházát nyugatról elkerülő főút továbbépítésénél végeznek majd régészeti feltáró munkát a múzeum szakemberei.